A keresztény kultúrában is kiemelt ünnep a nagybőjt utolsó hetének vasárnapja. A budai úti református templomban immár 10 esztendeje köszöntik Jézus bevonulását a helyőrségi zenekarral, a bűnbánat és a megbocsátás jegyében. Az ünnepi szezon az egyháza mindig az elcsendesedésnek az ideje, hogy az ember számot vessen magával, az eddigi életével, bűnbánattal készüljön az ünnepre, és majd az ünnepen az úrvacsorai közösségbe bűnbocsánatot nyerve, felszabadulva örömmel tudjon tovább menni majd a hétköznapokban. Az alkalomhoz illő repertoár összeállítása a kiváló zenészek számára nem okozhat fejfájást. Méltóság, mindenek felettiség szólalt meg ez évben is. Igyekszem a szentírást követni, tehát minden, ami itt elhangzik, Juhász Illés színművész úr segítségével, a szentírásból lett kiválasztva, kiválogatva, és a szentírás részleteit hoztuk össze különböző zenei idézetekkel. A zene hangjai és a csendes áhítat ezen a napon megfér egymással. Minden csengő és harang dicsérete egyként szólal meg.